Ma péntek van, baba. Péntek. Most már tudok beszélni normálisabban, mivel Mirus felébredt, szóval így reggel ugye először mindig a teivás az első, aztán én állítok egy ilyen 15 perces időzítőt, és akkor ebben a 15 percben olvasunk, játszunk, azt csinálunk, amit ő szeretne, hogy azért legyen ugye egy kis közös idő, megint közben kávézom, és utána viszont folytatódik a készülődés, és ma kifejezetten fontos, hogy jól nézek ki, mert megyek egy munkamegbeszélésre Budapestre, rögtön miután kitettem Mirust az óviba, úgyhogy muszáj most elkészülnem, de szerencsére ezért még időben vagyunk. Marci pedig a szüleimnél aludt, pontosan ezért ugye, hogy nem most reggel kelljen így rohangálni még vele. Na, én gyorsan fel is öltöztem, hogy ezzel így le legyen a gond, úgymond, úgyhogy én ilyenkor először mindig magamat szoktam elkészíteni, úgymond, az átlagos ovis reggeleken is. Én elkészülök, és akkor utána Mirusnak csak fogmosás, fésülködés, öltözés, és mehetünk is. És annyi kis könnyítést szoktam mindig megcsinálni magamnak, így előre bedolgozok, úgymond, hogy esténként kipakolom mindig, hogy Mirus mit fog felvenni másnap. Mindent, a cipőt, kabátot, mindent így eldöntök este. Ha valamit kell vinni az oviba, akkor azt bepakolom a kis hátizsákjába. A kis hátizsákja már itt a bejáratnál várja őt. Magamnak is most kipakoltam így a ruhákat, hogy nem most reggel kelljen ezen így agyalnom, meg időt pazarolnom, hogy eldöntsem, hogy mit veszek fel. Illetve ma majd az apukája megérte az oviba, és utána mennek el. Arra is összepakoltam neki útraolakat, ugye gyümölcsöket, kekszet, mindent, amit így szoktam neki. Úgyhogy tényleg így mindent összepakoltam, hogy minden meglegyen, illetve tegnap lett befestve a hajam, azért ilyen borzasztó, szerintem rosszabb, mint az előző volt, konkrétan csíbe sárga lett, úgyhogy nagyon-nagyon ki vagyok most emiatt, megmondom őszintén. És tegnap így eldöntöttem, hogy nem is akarok szőke lenni, úgyhogy megpróbálok jövő héten időpontot szerezni egy fodrászhoz. Nagyon várom már, hogy jövő hét legyen, és hogy tényleg így meg tudjak szabadulni ettől a csibesárgától. Úgyhogy nem szívesen megyek emberek közé, meg videót sem szívesen készítek, de hát nem tudok most mit csinálni, ez van. Úgyhogy tegnap beletfestve a hajam, akkor utána ugye megmostam, és én utána be is göndörítettem a hajamat, úgyhogy most reggel csak itt az elejét egy picit így megigazítottam, és ennyi igazából, úgyhogy most már csak a sminkemet kell elkészíteni, aztán pedig jöhet Mirus elkészítése. Elkészültem a sminkemmel, de azt hiszem, semmi sem tudja elvonni a figyelmet a fejem tetejére, hogy milyen sárga a hajam. Egy kicsit ilyen rossz érzésem kezdett lenni azzal kapcsolatban, hogy most én emberek közé menjek, de muszáj elmennem ugye erre a megbeszélésre, ráadásul Budapestre, úgyhogy Budapesten legalább nagyon sok fura alak járkál, úgyhogy ott valószínűleg nem leszek annyira feltűnő ezzel a hajszínnel. Úgyhogy most már csak Mirus van hátra, most öltözni fog, fogad mosni, fésülködni, és indulunk is. Mindig ilyen 7:50-55 körül szoktunk elindulni óviba, hogy ilyen 8:05 körül érjünk be. Kerestem valami sapkát, de sajnos nincsen sapkám itthon, mert hogyha lenne, akkor esküszöm felvettem volna, és abba mentem volna. Akár egy baseball sapka, akár egy sima téli sapka, de egyik sincsen, mert nem nagyon szoktam hordani. Úgyhogy végül is most ezt a hajpántot vettem fel, és ez egy kicsit így segít, hogy ne rikítson itt a fejem tetején ez a sárgaság. Gyere, öltözzünk, jó? Gyere, mi lesz be az oviba? Nehezen engedett el. Már a szünet előtti utolsó kettő reggel is olyan volt, hogy nehezen engedett el, így csimpaszkodott belém, nem akart bemenni. Az egyik reggel már sírt is, és most is így elkezdett könnyezni szegényke. Én megmondtam, hogy tudod, megbeszéltük neked, ez a munkája, nekem is már nem kell dolgozni, mert most tényleg nagyon fontos volt, hogy elérjem ezt a vonatot, mert ha nem érem el, akkor igazából nem érek oda az időpontra, nem akart bemenni szegény, és már elkezdett könnyezni, és annyira sajnáltam, de mondtam neki, hogy muszáj mennem tényleg, és akkor végül is átvette őt az egyik óvónő, és még úgy integetett egyet, de most annyira szarul érzem magamat emiatt, ugye ez az anyai bűntudat, hát igen, ez mindig
mindig is ott lesz bennünk, hogyha anyák vagyunk, mert sohasemmit nem tudunk tökéletesen csinálni sajnos, akármennyire is szeretnénk. Úgyhogy most én itt vagyok, ide értem, várom a vonatot, és igazából ennyi volt így a reggeli rutinunk, így szoktak telni a reggeleink, egyébként nagyon-nagyon ügyes, együttműködő reggel mindig, nem szokott gond lenni. Egyedül most ez, hogy most elkezdte, hogy nem akar bemenni az oviba, és hát kicsit nehezebben megy be, de utána meg tök jól érzi magát egész délelőtt. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, és hamarosan újra találkozunk, sziasztok!